nem, nincs főzni valónk, csak sütni valónk. Fő támogatónk a Böhm Zsolti, mint ajkarendeki boros gazda. Úgyhogy ő gondoskodik arról, hogy nehogy esetleg napszúrást kapjuk. Mennyi lisztből készült ez a sok? 12 kiló volt. A Nándi kolbászánál külön nincsen. Balra, jó? Itt a... Túlhúztam, egyiknek benne kell maradni. Ne arra, ne arra. Ez arra, átmegy. És csak az egyiket kell kivenni. Hello. Akkor marad benne. Ajaj. Majdnem betyárulom, aztán saját készítésű játékok ezek? Hát természetes. Mikulás nem hozott semmit. És honnan jött az ötlet, hogy ilyen játékokat készítsen? A gyerekkoromban tanultam. És azóta készít ki ezeket a játékokat? Azóta játszunk vele, ja. Kitereli a nyájat, aztán közbe készülnek. Most már nem, régen kitalált, kitereltük, most már nem tereljük. Elvitték az adóba a lovakat. És a gyerekek vevők jobban ezekre a játékokra, vagy a felnőttek? Mindenki, gyerek, felnőtt. Ebből egy tébetűt kell kirakni. A szabályos tébetűt ebből a négyből. Nagyon ügyes. Dann ist das Leben ein Scherz. Meine den Kummer und meine den Schmerz. Dann ist das Leben ein Scherz. Profit! Bulli! Kesedés. Buli! 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 Bud Spencerre emlékezünk ebben a fél másodpercben, de egy nagyon jó kis színész vesztette el vele, és gyerekkorunk egy darabja is eltűnt vele. Gyerekek, hallgassátok! Ennyi. 12 kiló buli volt. A többi az utána, amikor már nem buli, akkor a többit utána sütjük. Ez csak a buliból való 12 kiló. Jaj! Bocsi! Ez már nem buli. Lehet, hogy egy kicsit olajos lesz a hátad most. Ugye pattog az olaj? Hát ott futó ez az, ami nem buliból van. Ezt azért levette. Na, egészségre. Lányok, ne csak gyúrjatok. És akkor egy nagyon fontos információ, a lángos sütik a Böhm Laciék itt a tornapálya oldalán, vagy a tornaterem oldalán, és most friss oldalán. Rohamozzátok meg, mi van. Várj, én Ándi volt. Köszönjük szépen. Két mákos, egy nutellás minden. Miért csináltad a konkurenciát idén Nándi kolbászának? Mert ki a konkurencia? Hát a lángosos Laci. De a Nándinak az nem konkurencia. Nándiféle kolbász az hagyományos, régóta itt híres, itt sütik. Ez nem konkurencia. A Laciék különlegességet hoztak, esetleg a palacsintának, de reméljük, hogy nálunk is elfogy minden palacsinta. Na de eddig mindig úgy emlegették a rendezvényt, hogy Nándi kolbász. Most hosszú lesz mondani azt, hogy Nándi kolbász, a Laci lángos, a lágy Mi nagyon-nagyon örülnénk, hogyha ezt is sokáig tudnánk sorolni, mert akkor az azt jelenti, hogy sokan itt vagyunk, és sokan benn vannak a buliban. Sokan itt vagyunk? Szerintem igenis egyre többen. Ugye most még ez egy ilyen nyugodt időszak, mert a főzőverseny folyik, és a falu nagyja akkor fog kijönni, amikor már ugye elkészült, és akkor lehet kóstolgatni. Folyik a főzőverseny, az azt jelenti, hogy mindenki paprikás krumplit csinál. Hát te nem néztél körbe, itt köszön mindenféle finomság. Húsos káposzta, folyadékot, nem, azt úgy hívják, hogy gulyásleves, aztán készül egy-két pörkölt, aztán jókai bableves, aztán van egy-két titkos, ők nem árulták el, mert azt mondták, ha nem sikerül megfőzni, akkor kitalálnak rá egy nevet. Most szétjön! Most szétjön! Nem feszítem, de most szétjön, azt tudni. Mondtam, hogy szétjön. Na, ezt kikillódtam valahogy. Vissza is kell rakni? Nem volt szó. Vissza, könnyebben megy. Az ember majd tudja szétszedni, de másokat nem tudtam szétszedni. Ez gulyás, igazi jó, hát hasonlít a pincepörköltre, inkább mert elég sűrű, és ezt a Dália klub készítette. Nyugdíjas klub. Dália nyugdíjas klub.
Van-e valami különleges? Mit tettünk bele különlegeset? Talán az a különlegessége, hogy a zellet, petrezselyem zöldjét jó apróra mixelve, beletettük a tetején, nem látszik, de a jó kis íz benne van. Te nem fotózod? És a hús is benne van? A hús az elején kerül. A csülöktől a zombig, úgyhogy benne van minden. Csipetke! Itt mi finom készült? Finom csülökpörkölt készül. Egy kis uborkával, kenyértével, igen. Gyere Zsolti, te vagy a főnök, igen. Látom, a Kisbaracsony Baráti Egyesület. Sület, igen. Itt van a kitűzőnkön is. A főszakás, meg a segédje. Meg a többiek. Na, mindenki segített. Igen. Honnan érkeztetek? Mindenki ajkarendeki? Igen, ajkarendeki család. Andi néni. Én a mikrofonos vagyok. Jó kis műszeres. Finom, puha. Nagyon kellemes. Tehát a tapasztalat. Tolmácsol. Tolmácsolom. Finom, kömény magos, finom kömény magos, fűszeres. Benne. Nagyon finom. Egyensúlyban vannak a fűszerek, puha a hús. Te kicsim. Nagyon jó az állaga. Nagyon jó az állaga. Tessék. Dávid, mind gyerek száj. A hús is eléggé jó. Jó lesz? Ez a lángosok lángosa. Királyságos. Látod? Van kis törpe segítőnk, és az övé ez a lángos. Gyerekek nőnek, az azt hadd kérdezzem meg, hogy ezt a lángost hány napig sikerül formázni, hogy ekkora legyen? Bori. 5 percig. Nem gondoltál arra, hogy még 5 percet bele azt, és egy kicsit nagyobbat sikerül csinálni? Nem. Ez Norbi áprétes.